Ácsú, mi csöltészt a csokoládét! Szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán! Képőre megérkezett megint egy csodálatos Farming Simulator 15 alsó újlak résszel, amiben újabb kihívások elé fogunk nézni, mert úgy érzem, hogy megint olyan sorskártyát fogunk kihúzni, amelyik egy kicsit föl fog minket zaklatni idegileg, de soha ne bánkodjuk emiatt. Nézzük a kihívások elé. Egyébként szeretném megragadni itt az alkalmat, hogy megköszönjem a támogatóknak a részvételt, a támogatást. Ugye bekapcsoltuk a csatorna tagságot a hétvégén, és jó páran már jelentkeztek, sőt, képzeljétek el a Lada támogató pozíciónbe is, és szeretnék, ennek a videónak a végén lesz egy kis köszönetnyilvánítás részükre mindenképpen, személy szerint mindenkinek. Szóval vágjunk bele a lecsóba, kicsit összeköszedni magunkat, mert hát vannak itten fönforgások, gyerekek olyanok, hogy meg fogtok őrülni. Márja, nem szeretek taborni, de ide köllene Gyuri, aztán akkor kéne veretni neki. Igen, ezelőtti részhez érkeztek kommentek csodálatosak, meg kevésbé csodálatosak, mondtátok, hogy hát annyira nem volt realisztikus az előző rész, ugye ez az IFA mentés, bár mások meg azt írták, hogy körülbelül ez volt a legizgalmasabb epizód, ami eddig ebben a sorozatban így megtörténhetett. Hát igazából nem én formálom az eseményeket, hanem a sorskártyák, ugye? Úgyhogy ennek köszönhetően... várjatok, egyébként valaki írta, hogy itt lett volna csatolási pont, csak volt olyan hülye a keeper, hogy nem használta. Szóval a monoruddal simán le tudtuk volna rángatni a vördát. Többen írtátok, hogy adjuk el ezt az ifát, mert igazából sok mindenre nem kellene használni. Egyébként megnéztem az árát, azon a probléma, hogy ennek az ifának az ára kb. 15 ezer. Szóval nem biztos, hogy érdemes lenne megszabadulnunk tőle, mert 15 ezerért hát szerintem bucsúba nem kell menni azzal a mennyiségű pénzzel, úgyhogy ezt szépen elvisszük a tölöphelyünkre, aztán valamit majd kezdünk vele. Egyébként egész kellemes az ifa, nem tudom, annyi a hátulütője, leginkább ugye, hogy hát konkrétan van egy ilyen flatbed plató, aztán ezzel szerintem bálákat lehet hordani, más nagyon nem. De figyeljetek, vigyük haza, aztán valamicsoda majd alakul. Egyébként Viola Bence nagyon jól megfogalmazta, hogy mi a probléma ezzel a sorozattal most ATM, mármint ebben a pillanatban, hogy mi az, amivel szembesülnünk kell, és ez egy szomorú magyar valóság, Gal, tudnám ezt párhuzamot vonni a mi problémánkat, hogy nincs pénz, gyerekek. Hogy igazából én akármit is akarok itt elérni, azért a 4400 pénzemből nagyon nem fogok, úgyhogy jó lenne neki állná dolgozni, keeper, hogy valami pénzt keressé, mert olyan nehézségek léptek föl, hogy konkrétan nem tudunk semmit se venni. Úgyhogy nem ártana egy kicsit fejleszteni a gazdaságot, mert körülbelül eddig csak veszítettük a meglévő termékeinkből, nemhogy nyertünk volna, mármint ilyen eszközeket, mert ugye például a hamster az ment a levesbe ezerrel. Egy kicsit pörgök, igen, gyerekek, úgyhogy bocsánatot kérek érte. Figyeljetek, egy olyan 20-20 percbe fogjuk kihúzni a sorskártyát, vagy sorskártyákat. Ez attól függ, hogy milyen sorskártyát húzunk ki. Mert hogyha nagyon ilyen homogén lesz, akkor a keeper az fog belőle kettőt húzni. Egyébként valaki írta, hogy az tök jó ötlet lenne, hogy külön kellene választani a küldetéseket és a sorskártyákat, és mind a kettőből lehetne húzni egyet. És akkor ugye lenne egy ilyen sorszerű esemény, meg még a küldetés is ugye megtörténne. Egyébként azt a bőtjár, hát azt itt nyomtam egy satut jókor. Egyébként van ám IC a vördán, le tudjuk tekerni az ablakot, hogyha akarjuk, figyeld. Ki tud csapni az ajtót, Mari be tud szállni, öletbe bele tud ülni, ha gondolod. Egyébként olyan, az a baj, hogy ifával kapcsolatban is körülbelül így megrohannak az emlékek, mert azért itt is történtek dolgok a keeperre, az ifa belsejébe. Egyébként mindig az jut eszembe, amikor ifába ülök, hogy azért itt volt kihívás rendesen, amikor ebbe üdögelt a parasztja. Hát nem úgy értem a parasztot, hanem úgy értem, hogy azért a ember benne üdögelt, aztán volt olyan probléma, hogy ugye körülbelül az ifának nem úgy szigetelése, hangszigetelése nincsen, hanem így konkrétan a motor az benne van az utastérbe, egy ilyen vaslemez, meg egy bőr dómány választ el tőle, úgyhogy szerintem az összes ifás, aki így hosszú távon ebbe a gépbe verette, az biztos vagyok benne, hogy jobb fülére süket az meg lett, meg hát azért bírta a gyűrődést, meg aranyér is szerintem beugrott, mert azért ne haragudjatok, lehet, hogy fűtés az jó volt benne, de a hőszigetelés az egyes lemeznek, amit úgy neveztek, hogy
hogy neveztek, úgy neveztek, hogy kabin, az lehet, hogy nem volt annyira kifinomult megoldás. Na gyerekek, el kell menni izéri tankógyi is, meg kellene menni ugye gagyét hordani. Egyébként gondoltam arra, még azt is meg lehetne csinálni, hogy a gagyét azt egy pótkocsira fölmerni, aztán onnan meg, ugye tudnák a trágya szórót tőttenyi, azt akkor nem kellene azt csinálni, hogy állandóan ide-oda járkálunk a trágyaszóróval. Bár, hát megmondom őszintén, hogy lehet, hogy az nem lenne egy jó megoldás, mert a portkocsink, ugye az a gond, hogy itt még nem tudod lebillenteni mindenhova a cuci-mucit, szóval itt vannak azért gondok. Egyébként komolyan mondom, ez az Ursus szinte már összenőttem, hallod? Tényleg annyira érzem az összes a kormány mozdulatot, meg mindent, meg tényleg ez basszus, annyira fajn ez a traktor. Nagyon szeretem, amikor egy ilyen retro traktorral a farming szimulátorban egy csomó ideig játszok, mert akkor így konkrétan ilyen, mint egy ilyen testemnek egy ilyen kibővített része, úgy tudom, oppá, azért nem kéne összetörni a bőrdát. Ugye most megvan javírva ez is, meg megvan javítva az ifa is, szóval csodálatos dolgok vannak. Egyébként Viola Bence azt is írta, hogy hát ja, a menet tulajdonságok nagyba befolyásolódnak, hogyha sebződik, ugye, hogyha lerongálódik a verda, és még ráadásul az eszközök, hoppá, a rendőr azért a 20 ezer beugrott volna, hallod? Ment volna ki a zsebemből, hogyha most kivegyek a rendőr elő, azt összetöröm. A rendőr elé, ugye? Az 20 ezer szabályok szerint, ha jól emlékszem. Igen, tehát az eszközök hatékonysága is csökken, hogyha össze vannak törve. Szóval mindig érdemes javítgatni őket, meg mindig érdemes azért figyelni, hogy ne törd össze. Szóval ilyen problémák vannak, gyerekek. Egyébként tudjátok még mi az, ami nagyon autentikus? Amikor hátra fogok nézni és meglátjátok ezt a pótkocsit. Oda nézzé, bazz. Annyira jól néz ki ez a pót, hogy az őrület. Kicsit belehúzunk, mert tényleg kellene dolgozni. Ebben a részben azt tervezem, hogy el kéne vetni ezt a fődet, aztán valami legyen, gyerekek, valami legyen, és akkor a következő részig bele is tudnánk pörgetni. Hoho, várjál, elmegyünk egy tankógyi, mert ne vagyunk. Ennek nem egy horribilis méretű tankja van ennek a fördának. Szépen megtankoljuk, azt már bőhetünk is tovább. Jól van, gyerekek, szerintem azért mondjuk, hogy haladunk, hát... Mondjuk, hogy haladunk? Mondhatjuk? Hát nem annyira mondhatjuk, ugye? Hát lett egy ifánk, ami körülbelül semmi értelme nincsen. Egyébként ilyen mentési műveletekre jó lehet, ha másra nem is. Ja, valaki írta, hogy nem volt autentikus nagyon az a... Hogy hívják? Ide leparkolunk szépen a izével. Várjál a... Így, okosba, az itt egy jó helye lesz, ugye szépen okosan leakasztjuk. Egyébként bánom, hogy még a levegő csöveket is nem tudjuk bekötni, még az egy adná a feelinghöl. Ezt a porkocsit is majd ki kéne próbálni, itt van benne a ganyéba, meg hát ebben a részben ki fogjuk próbálni a vetőgépet. Amit itt elvileg meg tudunk tölteni. Egyébként észrevettem valamit, srácok, amikor itt fordultam be, csak már annyit dubálok, hogy körülbelül nem figyelek semmi, hogy kilopták a kerítésünket. Most ez halálkom, hogy nézd már meg. Hiányzik itt egy darab a kerítésünk. Ott, kettő fa között, nézd meg. Ha bazza előző rész óta kilopták a kerítést, komolyan nem én csináltam vele semmit se. Nem tudom, hogy mi történt. Na, figyeljetek okosba, elmegyünk aztán, megtöltsük a izét. Megtöltsük a... trágyaszórót. Egyébként ez úgy működik ez a trágyaszóró, annak mondom, aki annyira nem vágja a témát, hogy ugye van kettő darab lánc, ami így végig fut a pótkocsin, és alatta, ugye a plató alatt, és akkor vannak ezek a keresztben lévő vasak, és konkrétan, ahogy ez így megy hátrafele, megy hátrafele, úgy ehhez a kiszóró egységhez juttatja el a fekáliát, és így kerül ki a földre a szar. Úgyhogy ezt így kell elképzelni. Csak mondom, egy kicsi edukációt is belevittünk, hogy akkor már lőjön valami, várjál. Hát itt ezt csatlakoztatnám kell a kárnántengőt is. Egyébként arra lennék kíváncsi, hogy ha nem csatlakoztatnám a kárnántengőt, akkor mi lenne? Akkor lehet, hogy az a fölforgás lenne, és nem működne az eszköz, nem? Úgyhogy ilyenekre jó lenne figyelni, mert nehogy utána meg azt mondom, hogy szaramod, az közben meg a képőr a szar. Na jó van, oké. Okay. Ja, 9%-on van egyébként ennek a
a limidzse ennek ennek a trágya szórónak, de hát azért majd megbirkózzunk vele szerintem. Majd megjavítjuk, csak legyen pénzük, mert 4399-et tényleg nem kell venni a bucsúba lassan. Kíváncsi vagyok, milyen sorskártyát húzunk, ez nekem mindig egy ilyen... Itt kivágtatok szerintem, nagyon jó. Mindig nekem számomra ez egy ilyen karácsony, amikor húzom a sorskártyát, mindig bízok abban, hogy valami csodálatos dolgot kapunk, azt közben meg általában nem. Úgyhogy igen. Ja, Viola Bence rettenetesen jól megfogalmazta itt a problémát, hogy nincsen pénz. De tényleg, így kicsit így körülírta, hogy igazából nem ártana, hogy keresné pénzt, mert így nem fogunk nagyon egyről a kettőre jutni. Nem, hogy TS telepet nem fogunk venni, de még egy kisebb földet se. Mert eddig még tényleg nem nagyon, nem sikerült egy pozitív mérleget okozni. Na, gyerekek! Ja, az ifára visszatérve, basszus, most képzeljétek el, hogy mennyivel másabb. Oké, hogy kinézetre nagyjából úgy néz ki, mint egy teherautó. Igen. Mint egy modern teherautó. De, ha belegondoltok, ez körülbelül olyan, hogyha abba ülsz, mint hogyha egy túlméretezett 200 literes hordóba ülnél, amin vannak akablakok, és benne lenne, ráadásul ebben a 200 literes hordóban motor. Szoktam ifával közlekedni, mármint nem én vezettem, hanem volt egy haverom, aki hát úgy volt, hogy katonaság, amikor kivertük a suliból, elment a katonasághoz, és ugye a katonaságnál volt az a dolog, a honvédségnél, hogy C-kategóriás jogsit le tudta tenni. Egyébként ez egy külön történet, hogy ugye, amikor meg szokott jönni a hát urallal, ugye, tudod, C-kategória és jogsi, és ott általában az volt, hogy ilyen teremgyakorlatokat kellett végezniük, kimentek az urallal, fölültek ugye a bakák hátul, le kellett szállni, akkor kellett itt menni sárba, mindenhúr, de az én drága barátom, az nem azt csinálta, hogy kihasználta volna ezt az időt, hogy produktívan töltse el, hogy megfelelőképpen edukálja magát, hanem azzal töltötte az időt, hogy fogta, kiment erre, ezt úgy képzeljétek, hogy sorkatonaként, tehát nem ilyen öreg katonaként, hanem sorkatonaként, oda voltak készítve a 20 literes műanyagkannák, azt az uralból minden csöpp üzemanyagot leszívott, és elrejtette különböző bokrokba. És akkor, amikor hazajött, ugye volt az eltávja, akkor meg szokott jönni hozzám az édesapjának a Lada szamarájával, a piros Lada szamarával, amit igazából mondhatjuk, hogy kölcsön vett, és mindig mondta, hogy akkor menni kéne, el kéne menni Szombathelyre. Hát, jó, mondom, menjünk a Szombathelyre. És képzeljétek, ez volt egy olyan alkalom, hogy pont randit beszéltünk meg mind a ketten, és akkor eszébe jutott, hogy hát el kéne menni Szombathelyre, mert tele vannak a gyakorló tér, bokrai, tele vannak izéve, üzemanyaggal. És akkor képzeljétek, a csajok azok miért néztek, hogy sziasztok! Na, hova megyünk randizni? Hát elugrunk Szombathelyre, jó? Hát nem mertük megmondani neki, hogy ezért fogunk lopni üzemanyagot. Elmentünk Szombathelyre, és abból állt a randi, hogy térdig érő sárba mászkáltunk katonailag lezárt területen, gyakorló téren, és szedtük össze a bokrokkalunk, meg mindenhonnan 20 literes kannákat, azt raktuk, hordtuk ki a izébe, a Lada szamarába, teleraktuk, érted, olyan szag volt benne, hogy be tudta álljulni. És ez volt a randi. Ja, hát általában az van, ja, és utána később bement az alahúshoz, aztán ifát vezetett a csábó. Aztán akkor azért szoktam lenni izébe ifába, még ha nem is én vezettem, de hát egy szörnyű gyerekek, borzalom. Az komolyan mondom, a respekt annak, aki ilyen egész életében ifám volt, vagy valami, mert ott tényleg úgy képzeld el, hogy egy az, hogy olyan zaj van, mint meg bolondusz, tényleg ott van a motor, benne van letter, egy karnyújtásra, tényleg van rajta egy vaslemez, meg van rajta egy ilyen bőr, ilyen olyan, mint egy ilyen dómány, érted, így rá van dobva, azt ott zakatol melletted a motor. Na, a másik meg aztán ugye ott a légkondit, azt felejtsd meg ilyen hülyeségeket, meg nem hogy légkondi, hanem még ugye ilyen szigetelést nagyon volt, sőt sem volt, hanem konkrétan az egyes lemez az így rá volt hajtva, mint kabin a kasznira, és akkor abba üdögelté, úgyhogy tényleg respekt. Na, erre egyébként meg rájöttem, hogy lehet elindítani, hát képzeljétek el. Várjál, mindjárt rájövök, figyelj. A numerikussal tudod elindítani, de kiköszáli, és utána meg így. És akkor elindult. Úgyhogy erre rájött a keeper,
Többen javasoltátok, hogy igen, a numerikus, csak az a baj, ennél a térképnél a numerikussal történik egy olyan is, hogy előjön egy ilyen, vagy ennél a mapnál egy ilyen térképszerű képződmény. Aztán emiatt azért itt fönforgások vannak, szóval itt meg kell trükközni itt a technológicsit. Na gyerekek, hát én meg kellene akkor rakni ezt a árúval, egy kis ganyéval, szépen oda néha, egy kis másik nézetbe is nézzük, hogy mi történik. Én lássuk, hogy a szépen a ganyé megterül. Ez az, akkor itt mehetünk a következőhöz. Nem kéne szétverni vele. Egyébként hogyan tudom ezt felrakni? Mármint most így belegondoltam, hogy itt van a vejbár, de ezt valami homlokrakodóval lehetne még egyszerűen rakni, nem? Mármint oké, hogy itt tényleg van nekünk egy csodás vejmarunk. De aztán, hogyha nem lenne, akkor a homlokrakodó talán az lenne. Legközelebbi traktort van egy 82-es MTZ homlokrakodó, szerintem mindenképpen valami olyat kéne, mert azért hosszú távon jó lenne, hogyha lenne egy homlokrakodónk is. Én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény lenne. Egyébként tényleg nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, mindjárt erről akarok beszélni még egy pár szót, meg mindenképpen a videó végén lesz egy külön szekció. Ami őnekik szól. Ugye elindítottam a hétvégén ezt a csatornatagság, ugye körülbelül az összes youtubernek ez be van kapcsolva, nekem így elértünk, körülbelül 10 éve van csatornám, de még mindig nem kapcsoltam be. Hát néhány ember eléggé mondta, hogy hát jó lenne, hogyha bekapcsolnád Keeper, mert igazából ez nem nagy gáz. Jó, mondom bekapcsolom, ugye lett három ilyen fokozat, az legelső az az, mi az? De tényleg ez nem reklámhelye, vagy lehet, hogy nem is beszélek róla, mert azt gondoljátok, hogy reklámhelye. Ha valaki akarja, akkor meg tudja nézni ezt a videót, de tényleg nagyon szépen köszönöm azoknak, akik csatornatagok lettek, és így támogatják az ambícióimat, mert ugye olyan ambícióim vannak, azt azért el tudom mondani, meg gondolom akkor, akik már itt voltak több rész óta, mert tudják, hogy decemberben adavétel lesz, és elkezdődik egy ilyen garázs videós sorozat, meg még ráadásul mindenféle ilyen content is. És ugye a csatorna tagok által generált bevételt, mert ugye azt ugye, akik megveszik, vagy előfizetnek, az ugye akár mennyi összeg, még 600 forint, és az minden egyi bele fog kerülni ebbe a Lada projektbe, és igen, nagyon szépen köszönöm nekik. De tényleg nem, ezt nem reklámozni akarom, csak el akartam mondani, mert respect nekik. Thank you very much! Na, megyünk ganyézni. Hát olyan 20 perc körül gondolta a Keeper, ugye, hogy lesz az a... Egyébként jó lenne találni valami földes utat, de az a baj a földes utra, hogy szétveri a traktort. Jaj, de jó egyébként ezen az aszfalton is, milyen szépen futtak ezek a ízék, szép kerekek. Jaj, annyira imádom, nagyon szeretem. Tök jó, nagyon bírom ezt, nagyon szeretem ezt. Ezt a traktort nem gondoltam volna, hogy ennyire megszeretem, de ez nagyon jó. Ugye egy ilyen kicsi gazdaságban egy ilyen traktor tök jó. Egyébként tudjátok, mit pont néztem, mindig nézem a Marketplace-t meg mindenfélét, és Marketplace-re beraktak ezt a T25-öt, tudjátok, azt a pici traktort, aminek ilyen kocka alakú kabinja van. Talán valami Vladimir T25, vagy valami ilyesmi a neve, teljes ilyen kis piros szokott lenni. És pont annyiba kerül, mint egy Lada. No, bassz, egy ilyet kéne venni, aztán ezt kéne baszkálni. Nagyon jó, hát csak ilyen futnak, de különben, fú. Egyébként egy ilyen kicsi traktor, hát ez nagyon-nagyon cool. Ez nagyon-nagyon össze tudsz nőni. Megértem azokat, akik régebben használtak ilyen Zetorokat, meg ilyen kisebb traktorokat, Dutrákat, például E28, ugye? E28-at, hogy azok tök össze tudtak nőni a gépeikkel, és nagyon tudták szeretni. Mert tényleg basszus, olyan ennyi rész után is ezt a traktort olyan szinten megszerettem, hogy ilyen érzem szinte az egésznek a működését, tök, nagyon jó. És annyira tök jó meg van csinálva, hogy ugye a spirálos, mi az, sebességmérő,
ahogy nem ér normálisabb, meg az ögykölődéstől ugye így mutatom, hogy íze így vibrál. Volt egy LTZ 250-esem, annak volt az, hogy mindig egy a fordulat számmérő, így ilyen tök ilyen furcsán így mozgott. Jaj, tök jó, hogy itt vagytok, köszönöm szépen egyébként mindenkinek, meg fú, nem tudom, valahogy jól érzem magam ezzel a sorozattal kapcsolatban most. Nagyon félek attól, hogy ki fogjuk húzni majd azt a nádast falvát, vagy valami ilyesmit, tudjátok, hogy elmegyünk másik részre. Bár ott a sorskártyában az van leírva, hogy 5 rész erejéig, de szerintem a 3 fog az lenni. Ha véletlenül kiúzzuk, nem azt, nehogy azt higgyétek, hogy azért most itt utólag módosítom, hanem ezt előre ezt megmondom. Csak még nem írtam át, de valószínű, hogy nem fogjuk kiúzni, szóval. Na gyerekek, itt meg kellene küldeni ezt keményen. Aztán nem tudom, lehet, hogy egy kicsit szélesebbre vönni a dolgot, mert lehet, hogy egy kicsit szűk, túl közel mentem az előzőhöz, és akkor meg igazából rászórom a másikra, annak sok értelme nem lenne. Hát ennyi a mux, amelyre. Hű, gyerekek, ez terítve erdesebb az. Ez jó, ez szórja a szart, mint az őrület. Madár távlatba. Jó van, oké. Visszajövünk belsőbe, mert itt sokkal jobban érzem egyébként. Jó, meg tabolni nagyon nem akarok ebben a sorozatban. Legelején oda taboltunk, de ha kell, akkor inkább, vagy oda ugrattunk, de ha kell, inkább akkor ugratunk gépbe, térképen keresztül. De ne az legyen, hogy nem akarok nagyon tabolgatni. Ne az legyen, hogy így folyamatosan tabolunk, annyira kizökkent. És egyébként megértem azokat, akik azt írták, hogy hogy kizönkenti őket a sorozat, a nézés a sorozatból, meg gondolom a narrációmból, amikor látják a kommentet. Megértem azokat is, akik közben így elolvasgatták, de megértem azokat is, akik így mindig elterülődött a figyelmük. Mert egyébként még egy olyan pici dolog is szerintem, ki tudja zökkenteni az embert, hogyha így tabolgatok, és akkor már is nem ugyanaz az autentikus, realisztikusabb élményt kapod. Saját magam is, ahogy játszom, kizökkentődök az egészből. Egyébként kikapcsoltam, ugye Steam-es verzióban van most meg a Farming Simulator, rettenetesen idegesített, hogy ezelőtt volt olyan, hogy amikor elkezded valaki játszani, vagy bármi volt, ugye, akkor ilyen értesítés jött a játékon belül ide nekem, és azért bocsánatot kérek, de most már többet nem fog, mert azt is kikapcsoltam, az is engem is például ki tudod zökkenteni. Na, de nézzetek, egész jó haladunk, nem? Jóval szélesebbet tudsz ezzel húzni, mint amit először csináltam, és ja, ezzel jól elcsesztem, mert pazaroltam. Ugye itt tényleg az van, hogy beállsz egy helyre, azt megnyomod a B-t, azt ki tudod szórni a szart egy helyre. Azt lesz egy jó nagy depó, mi? Na gyerekek, szerintem még egy adagot lehozunk, azt simán meg lesz a dolog. Ja, van még egy sorskártya, amiről akartam beszélni, mert így végigfutottam rajtuk. Mielőtt elkezdtem volna a videót. És az nem más, skacok, mint a benzin kifogy. Ugye ezek a sorskártyák, ezek Farming Simulator, nem is tudom, 19-hez voltak tervezve először. És a benzin kifogy, ugye akkor úgy működött volna, ugye, hogy kannába kellett volna hozni. Itt, hogyha véletlenül a benzin kifogy sorskártyát húzzuk, akkor ugratás nélkül bármilyen járművel el kell menni a benzinkútra, meg vissza. Jó? És akkor az olyan, mintha hoztunk volna benzint. Vagy üzemanyagot, nem benzint. Jó? Üzemanyagot. Oké, akkor ez így működjön. Szóval nem tudom megoldani más, hogy nehogy kell, hogy el kell vinni trailerre azért a traktor, hanem olyan, hogy elmegyünk oda, az reális szerintem, és akkor visszajövünk. De az a lényeg, hogy ezt úgy kell megtelni ezt az utat, hogy ugratás nélkül, szóval ne az legyen, hogy itt össze-vissza ugribugrizok. Egyébként itt van egy kis bekötőút, úgyhogy erre jöhetünk. Na, még megyünk egy karikát, de várjál, húzzunk egy sorskártyát. Jó, meg is állítom a Word-át, gyerekek, leszállok szépen okosba. Aztán is telt a 20 perc, úgyhogy akkor rántunk egy sorskártyát. Mert miért ne, gyerekek, készüljetek, kapaszkodjatok. Ki tudja, hogy mit fogunk itt berántani. Hú, gyerekek, akkor nyomjuk a spint, aztán lássuk, hogy mi történik. Nem tudom egyébként, még tök jó egyébként, mert így még egy plusz izgalomfaktor, hogy kihúzom, és utána még meg kell nézni. Na,
Bazd, 48-as. Úristen, a 48-as azok valami küldetés lesz, mert azok az utolsó sorskártyák, gyerekek. Úristen, ez valami küldi-büldi lesz, bazd, ez valami küldi-büldi lesz. 48-as, 48-as, ments ki a felborult ifát az erdészetre. Jó, ilyenkor újat hozunk. Ugye, ilyenkor újat hozunk. Hát ennek nem örülök, pedig tök jó lett volna egy másfajta mentési művelet. Ó, de kár. Ó, de kár, bazze. Akkor jöhet megint a spin, aztán izélünk, akkor még egyet. Hú, de jó lett volna, bazze, egy kicsit tovább gördül. Na, hajrá. 45-ös mó. 45-ös, na arra kíváncsi vagyok, az is valami újabb. Az is valami újabb. 45-ös, azt mondja, volán busz. Elakadt az erdészetnél, menj ki és vidd a busz megállóba. Ha megoldod, 30 ezer a fizetség. Ehhez a munkához bérelhetsz gépeket. Egyébként rájöttem, nem lehet bérelni gépet Farming Simulator 15-ben, úgyhogy jó, ízét a darut ugye, ha kell, akkor ki tudjuk bérelni. Na! Hát ez most erre rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nem tudom, van-e vontatási pont azon, igen. Jó, ezt el is tüntetjük. A volán busz kellene kimenteni, és hova kell menni? A busz megállóba? Úristen. Na bazd a gyerekek, ezt nem tudom, hogy fogjuk megoldani. Éha. Gyerekek, várjál, már hadd gondolkodják, hiper vagy valami legyen. Hát le kéne akasztani, bár megint dolgozzik, bazze. Semmi gond, no, nincsen, nem ezzel fogjuk elcseszni az időt, de azért 30 ezer azért beugran a zsákba. Azért annak tudna örülni az ember, meg azért a Olambusz ment, és azt szerintem elég autentikus tud lenni. Jó van, gyerekek, akkor kigördülünk, aztán meglessük. Na, tudjátok, mi a nagy problém? Mindjárt megmondom. Hogy a vonórúr az megint köllene. De meg, figyeljetek, le kéne addig köcsölni, várjál? Szóval gondolkodok, hogy merre jellemes bennem. Hát már a falun át megyek. Várjál, itt a főcélibe elmegyek, mert itt egyébként... Ez tök jó, mert az az út, hogy itt ezt el tudunk ott menni, okosba. Főcélibe, nagyon letörjük össze a vördát. Azt megnézzük, hogy van-e rajt vonórúr, azt utána visszajövünk esetleg. Ki kéne menteni a volábuszt. Egyébként nem a nagy csuklós busz, hanem ugye ez a tipikus nekünk, nálunk azt mondták rá, hogy TS busz. Nem is tudom, hogy hányas Ikarusz az? 2270? Vagy nem tudom, basszus. Rajta az elején majd megnézzük. Bazze, mi van itt előcsén? Na várja, be vagyok rendesen keveredve. Elmegyünk ezzel a földes útra, jó? Ezen amúgy szoktam nagyon járni. Jaj, de jó! Tudom ezeket a földes utakat, egy kicsit lassabban megyünk azért okosba, 17-tel. Hogy azért ne nagyon verjük össze. Öcsém, mi ez? Ja, hogy itt kiérünk a izé útra. A műútra. És ez fog visszafordulni a másikra, várjál, okosba. Itt meg sár is van, Dick. Okay. Jó van, gyerekek, jó helyen vagyunk ám, nagyon jó helyen vagyunk. Ott van valahol lenne a volánbusz. Szömbe. Bepurulva az árokba. Na hát itt azért rá kéne lépni a gázra. Na gyerekek, hát megint ki kell találni, hogy honnan a francból fogunk szerezni. Annyit, hogyha van vontatási pont, nem tudom, hogy van-e vontatási pont a izen. Tudjátok, a volán buszon. Hát meg kell nézni, lehet, hogy egyébként így, csak akkor nem tudom, hogy fogom kihalászni. Na már megint úgy kell végig, mert basszus. Azt fogom csinálni egyébként, megmondom őszintén, hogyha nagyon nem megy, akkor ezután nem fogunk olyat, hogy így végig rángatjuk keresztbe a platón, hanem akkor azt csináljuk, hogy föladjuk. Mert nincs rá eszközünk, nincs rá alkalmas gépünk, akkor nem, tényleg ne az legyen, hogy ilyen irreális dolgokat csinálunk, hanem valamilyen szinten én éreztem, és igazatok is van, hogy ne az legyen, hogy ne akarjam elengedni azt a feladatot, amit nem tudok megcsinálni, és akkor itt tényleg egy ilyen végiglöködöm mindenen, hát annak semmi értelme nincs, hanem akkor legyen az, hogy hát igen, elment a paraszt, nem tudok kiúzni, bocs, szávasz. Nem, de most nincsen benne semmi szégyen. Jó lenne az a 30 ezer euró, de hát annak meg semmi értelme nincs, hogy azért, hogy a hülyeséget csinálom, és ilyen irreális dolgokba megyek bele. Mert hát akkor az gáz, nem? Akkor ennyi erővel nem tudom, hogy erővel végig löködném keresztbe az úton, vagy nem tudom, hát annak legyen már valami. Egyébként hol van ez a busz, bazze? Húrik, hát az jó bele van odaállva. Na. Öcsém, még a táblát is kivitte, tesó. Na, várjál, hát meg kellene nézni, félreállok.
Ide a táblához, jó. Meg is arítjuk. Gyerekek, valaki szerintem úgy picsán vár. Bazze, nekem jött a csávó, hallod? Na de jó. 5% hallod, de kidurrantott, letört a lámpa. Tükrünket letörte. Na, nem jó helyzet itt van, bazza. Na, várjál ma, nézzük meg, hogy olyan nyíkvontatási pad, nyíki. Akkor ezt nem kökizedni innen egyelőre szerintem. Ú, tesó, itt van baj, nem? De ezt figyelj, egy dolgot tudnánk csinálni, de hát az ifára meg rohadtul nem fér föl szerintem. Mit gondoltak, hogy az ifára ez fölfér? Ja, ez nagyon, nagyon csúfos lenne, nem? Figyelj, ide izé kell, ide trailer kell. Mondjuk azt beszéltük, hogy... hogy ugye bérelhetnék trailert, hát a trailer bérlés, ugye nincs bérlés a játékban, akkor megint úgy lehetne, hogy ugye... megjegyezzük, mennyi pénzünk van, és akkor... nem tudom, ez a trailer bérlés, ez... Jó, hát szerintem akkor ez ennyi. Ez nem tudok mit csinálni, gyerekek. A darúval tudnék esetleg valamit küzdeni. Hát meg ide van, ide erős traktor kell. Ez mi az a pont rajt? Ez ütköző, ugye? Aha. Ilyen gumizék voltak rajt ezeken. Mint ez jobban látta ide, testvérem. Mi a 250-es? A Z50, mi? Meg mindig azt hitték, hogy az Z, de mondjuk elég furcsa a piktográfia. Hát gyerekek, ez itt rohad meg. Majd széthordják vasba. Hát so sorry. De ezt nem tudom kiszedni. Ide kellene trailer, meg minden, úgyhogy ez van, gyerekek. Megyünk dolgozni. Viszont legyen egy olyan, hogy akkor ez áll, ez a meló. Ugye ezt kihúztuk, ezt a sorskártyát. És akkor legyen az, hogy ezt meg tudom csinálni. Akkor, hogyha esetleg van annyi, hogy mondjam. Egyébként nézzük már rá, hogy nekünk mi kellene ehhez. Ez kellene, ugye? Nekünk kellene egy... igazából ezzel tudnánk valamit kezdeni, csak ugye ez kellene egy dolly. Minimum, hogy a traktorra akarjuk elrángatni. A dolly, az meg szerintem az egyébnél van, ugye? Mondjátok, hogy az egyébnél van. Vagy van, nem az egyébnél van. Hol van a dolly? Az valami... Külön kategóriában van. Nyerek szerkezetek. 8900. Meg 14000. Hát akkor egy 23000 lenne, akkor meg tudnám csinálni ezt a melót, lehet. Valahogy ugye a darúval ugye ki tudnám emelni, és akkor esetleg az a traktor, hát hogyha le tudja húzni, akkor meg tudnám csinálni. Gyerekek, ezek már megint beledurrantottak a traktoromba. 12%, tessék! Hát jobban le kellett volna állni a rohadt életbe. Ne! Bazze. Hát ez marha jó. Hát ez most már megérte ide jönni, úgy látom. Hey, gyerekek! Komolyan mondom. Mik vannak őrültek, izének vannak én. Hát ez nagyon jó. Jó, összetörték a kocsivat. Vagy a tattorobat, úgyhogy... Bazze, de jó. Na jó, akkor ezt elengedem. De nem fogunk irreális hülyeségekbe belemenni. Ugye a darut azt ki tudom bérelni, de viszont ezeket meg kéne vennem, és akkor úgy lenne, hogy megvenném és eladnám. Azt hiszem nem tudok bérelni, ugye? Nincs bérlés az FS 15-ben. Jól emlékszem, gyerekek? Mondjátok, hogy jól emlékszem. Nincsen. Nincsen, mert ugye úgy van, hogy ezt rákattintok, egyben meg is veszi. Úgyhogy ez így van. Hát megvenné, hogyha lenne rá pénzem, de nincsen. Modok között meg szerintem nincsen olyan, hogy... hogy... Hát igen, erre nem tudok rakni. Ugye ez csak 20 euró, az direkt az, hogy mint hogyha kibérelném, az jó. De a többit, az sajnos nincs olyan opció. Úgyhogy ez nem nyerő. Jó, gyerekek, hát elengedtük, ez van. Megyünk dolgozni. A maximum annyi, hogyha a következő részre tudunk egy kis pénzt termelni. Hát figyelj, el kéne vetni ezt, akkor lehet, hogy összetudnánk. Össze kéne kubikolni annyit, hogy legyen meg ez a 23, de ezt kimentenénk a jövő következő nap.
Igazából akkor ez áll ez a munka, jó? De tényleg ilyen ideális hülyeségeket hadd ne csináljunk, nem srácok? És annak semmi értelme nincs, hogy itt tényleg itt rángatom. Hanem akkor szakszerűen szépen kimentjük. És azért azt hiszem, hogy nincs vontatáspont, hogy hiába is lenne vonórudam, nem tudom kirángatni onnan. Ide kell a daru, kell egy trailer, nem is tudom, hogy itt fel tudom egyáltalán húzni ezzel a traktorral. Hát az ifára nem fér föl, azt tudja. Úgyhogy... Mert még annyi, hogy az ifára esetleg föl tudnánk rakni, de az, hogy így lelóg róla, meg minden, annak meg semmi értelmét nem látom, srácok. Úgyhogy ezt elengedtük, megyünk vissza dolgozni, aztán haladjunk inkább a földön. Megcsináljuk a vetést, legyen egy kis mezőgazdasági munka is, ne csak a szőnverés. Gyerekek, nem kis kabinos volt az előző ilyen traktor, ez a 82-es. Hát de az meg 12%, nézd oda. Ezt meg összetörték a traktoromat. Ha figyelni kell, basszus, le kell állni az útról. Hát ezt nem én okoztam a balesetet, úgyhogy nem volt megállni tilos tábla, meg semmi. Isten hozta alsó új lapon. Pontban beszéltem egy sráccal, nézőmmel, szoktunk néha dumálni, és mondta, hogy milyen akkora poén lenne, hogy alsó újra fel kéne menni. Egyébként azt adnám én is. Nem, valaki egyébként nem játszik alsó újlakról? Vagy nem nézi a... Nem, ezek mind nagy kabinosok. Vagy kis kabinosok? Kis kabinosok. Nem, itt láttam az előbb. Alsó újlakról valaki nem nézi a videóimat? Tök kíváncsi lennék. Szépen itt a okésen bevegyünk. Mögöttem nincs semmi. Jó, mert előzni nem előzünk meg. Egy gyerekek összetörték a traktoromat, letörték a tükrünket. Szomorú mi? Jó, hát legyen meg a vetés ma, és akkor belepörgetünk majd okosba az időbe. És akkor a következő részben szépen meg tudunk aradni. Ja, várjál, álljál már, meg hülye volt a képet. Most annyira gondolkodtam, bocsánat, fokerősz. Így már egy kicsit autentikusabb. Na oké, okosba. Jó van, türüközzünk neki, gyerekek, türüközzünk. Jó, ez a kátyút, ezt megpróbálom kerék közé venni mindig, aztán nem sikerül egyébként. Egy 12%. Most javítottam meg. Hát így nem fogunk meggazdagodni, mennyire jó lett volna egyébként az 30 ezer pénz. Csak az a baj, nem akarom megszagni a szabályokat, nem akarom azt csinálni, hogy mondjuk hitelt veszek fel. Inkább legyen az, hogy szépen, okosan, úgy, ahogy kell. Ne csak a hülyeség menjen. Bazd, mekkora kártyú vannak itt. Ez kitörik a kereken a járdában. Ja, legyen az, hogy figyeljetek, összekubikolni annyi pénzt, megveszük azokat az eszközöket, utána eladjuk őket a kosba, akkor ugyanannyi, hát idézőjelben ugye visszajön, majdnem, de ugye 30 ezeret meg bezsákolunk akkor a buszmentésért, és akkor az úgy tök jó lesz. Szerintem ezt így kéne csinálni. Jó lesz ez, gyerekek. Egyébként egy vonórudat viszont meg kellene venni így véglegesen. Mert hogyha akármi van a saját gépeinkkel is, akkor azt tudjuk rángatni. Hello, hello, szia, szevasz! Ja, egyébként valaki írta, hogy csináljam már azt, hogy felkapcsolom a világítást akkor, hogyha lakott területen kívül vagyunk, úgyhogy ezt lehet, hogy akkor fogom alkalmazni, srácok, jó? Hogyha esetleg nem kapcsoltam föl a világítást, lakott területen kívül, akkor legyen valami bünti, jó? Nem tudom, valamit kitalálunk erre. De ebben a részben hadd szokjam még, mert biztos, hogy el fogom felejteni. Az indexölést, azt lehet, hogy nem fogom csinálni, vár, index az van. Visszajelzőnk van? Van, bazzai, ott indexelünk, beszarsz neki. Mindjárt ránézek külső rédetből, csak nem akarom összetörni a gépeket. Á, ott van föl, nagyon jó. Nagyon jó, és vissza, ugyanúgy. Aha, tök jó, lehet indexelni. Kár, hogy a forgalom az nem, szerintem nem foglalkozik vele, hogy indexelek-e vagy nem. De egyébként autentikus, hogy lehet. És tök jó, hogy csak egy darab visszajelző van. Emlékszem, hogy az MTZ-ben, 82-esben, a Faterré-ba
ott egy ilyen le kellett nyúlni mindig a kormány mellé, ugye hát ilyen műszerfalra, vagy műszerfalhoz, és ott volt egy billenő kapcsoló, és azzal szokott indexálni. Emlékszem, az mennyire nem ergonomikus, ha belegondoltok, hogy folyamatosan nincs semmi bajusz kapcsoló, meg semmi, hanem le kell gyúlni, és egy kapcsolót kell átkapcsolnod, és akkor egy kapcsolót kell visszakapcsolnod, hogy visszaindexálj. Tehát nincs az, hogy visszaugrik, úgyhogy ez egy elég érdekes dolog. Jó, hát jó sorskártyát húztunk, eléggé bemákoltuk megint, csak hát nem tudjuk megcsinálni. Hát legszívesebben egyébként visszacsinálnám az előző részt is, mert egy nagy hülyeség volt, amit műveltem ott azzal az ifával. Ilyet nem fogunk ezután csinálni. Hogyha nem tudjuk megcsinálni, fölmérjük a terepet, mindegy jó traktoros, bocs haver, nem tudom, megcsinálni, majd jövök érted, addig szépen süsd a szalonnát az árokparton. Jó. De viszont ez a... mi a pi volt ez, bazzak? Hát ez meg mi a dologa volt? Ledobta akkor izét a trágyaszóra. Hát jó, hogy a sineken, hallod? Most azért... jaj! Hát jó lenne belehúzni. Hallod? Hát ez nem szándékos volt, gyerekek. Hát nem tudom, mi volt, mi történt. Gondolom, nem jó gombot nyomtam, vagy nem tudom. Azért ez derég volt, nem? Az öcsém, hogy most így lezáródott volna a sorompó keresztül veled volna, aztán így elvitte volna a vonat, az úgy megint egy szuper jó content. Egy nagyon érdekes esemény sorozatot eredményezett volna. Marha jó. Ja, megy a világításunk, tök jó, és rendesen van fénypászta meg minden. Eznek nagyon örülök. Aksina nem merülj a napám. Oké, szépen visszaszedi, odanézze a képer, bár úgy ki van tanulva itt, hallod? Itt, ízre csukott szembe betolatok be az ide. Na, egy darab elvileg, szerintem egy egész ilyen, figyeljetek szép, olyan, de még a világ itt, nézzétek mennyire jó meg van csinálva. Ilyen tipik, ilyen nagyon tipik az a, fú, kicsit ilyen sárgás, meg az üvegbúra, tudjátok, szinte, ezt bírom, amikor szinte tapintható egy játékban a... És nézd meg, bazze, mozog a traktor. Mozog a traktor, ahogy jár a motor. Ding, 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 ding. Azt látjátok, hogy ilyen apró mozgásai vannak? Na, azt akartam mondani, hogy az ilyen... Mozog, bazze, én azt hittem, hogy ez valami bug, de nem. Hát ez nagyon adja. Ez rohadt jól meg van csinálva. Na, szinte olyan tapintható... amikor így bekocogtattál ezt az üveget, biztos, hogy ebbe a fémgyűrűbe nem lenne belefeszülve, vagy kocogna bent, tudjátok, az a kocogó hang. Nagyon jó. Meg már biztos forró, mert még benne van, már ez az igazi ízó voltak. És bazze, ott az égszíj, meg minden, hogy nem mozogna, bazze, nagyon jól megvan csinálva. Várjátok, azt hiszem, hogy itt vannak ilyen funkciók, igen, hogy le tudod venni. Le tudod csupaszítani. No, és rendesen ott a hűtő. Ott vannak a hűtőcsövek. Hát ez nagyon jó. Na és ennek úgy van a kormányműve. Hát tudod, hogy ott van ilyen a rúd. Nem úgy, mint az MTZ-nek, hogy fönnmegy végig a rúd, és akkor lejön. Elől. Hanem két oldalt. Á, nagyon szépen megvan csinálva. Imádom egyébként. Ott a levegő légtartály, ott van a levegőcső. Ott van az olajszűrő. Hát nagyon meg van csinálva, imádom, ott a generátor. Bár egy generátor lapát az... Csúszik a generátoron az égszíj, figyelj-e! Kicsit nyerítene, nem gyerekek? Nagyon jó, egyébként marha jó, nagyon meg van csinálva. Na, rakjuk meg. Hát meg ez is csodálatos, ez is rohadt jól néz ki. Valaki írta egyébként, hogy nagyon hiteles a hangja ennek, mert emlékszik rá, hogy a, nem is tudom, mamájának az utcájában, amikor befordult ez a Weimar, akkor itt zengett az egész utca. Ez egyik kommentelő írta. Sajnálom, ne haragudj, hogy nem tudom a neved. Olyan az agyam, mint a másik szűrő, ami így belemegy, az egy nap múlva már nincsen benne. De erre emlékszem a kommentedre. Hát egyébként imádom ezt a Weimart, nagyon jó. Ez nagyon, ez ilyen tüzépeknek, meg ilyen
FPS telepeknek ilyen elengedhetetlen kelléke, nem? Ez tényleg az a... Egy ilyen, ez mindig benne volt a... Ha már nem is nagyon használták, benne volt a dzsumbuiba, nem? Hátul azért bele volt szó, de ez most hogy megtel? Hogy elég volt bele, várjál? Ami nem stimmel. Még 88%, valamint nem merítettem rendesen bele a posba. Most ez tehát... Nem, most is, aha, most 100%. Most meg már nem fog beleférni, azt a bőtjára kicsit megrántotta a kéjétövet. Nagyon tuti. Jó, hát ezt becsukjuk, ezt visszarakjuk, letesszük a kanalat a posba ide. Egyébként a mője már is. A mője már az bírja. De ízhelye, de a kanál az már le van lakva rendesen, úgyhogy vannak itten problémák. Okidoki be, gyerekek. Na! Csöptjük neki, vehetünk. Imádom ezt a gépet is. Nagyon jó. Na, 6-6 szóljon, ezzel már bővet... Bore, ezt majdnem sikerült ide elé megcsepni. Ezt a vasat. Jó, vej már maradjál szépen, legyél csak. Képen megindul, mint a tavaszi virágok. Leszette, várja a burkolatra, visszarakom bá. Néztük eleget. Jó, hát jó megvan csinálni. Így azért egy kicsit jobb. Bírom, hogy ilyen jó rozsdás, meg ilyen, nem tudom, izélek edték le, pemzlivel, vagy mivel. Szőve úgy néz ki. Ja, hát... Igen. Épp a bocsba kifordulom. Úgy, kiutatjuk. Azért a trágya az megfog minket egy picit. Ezek a fehér izék, fehér kövek, mi? És ilyen korlátok. Nagyon autentik. Ah, rendesen ide tükröződik a felületeken a... Hú, várom az éjszakát, gyerekek! Az éjszaka korom sötétem ebbe a verzióba. Mármint van egy ilyen mód. Amelyiknek köszönhetően ilyen nagyon sötét van. És konkrétan addig látszom pedig a lámpa fénye. Ugye most ez a Farming Simulator 25-ben ilyen nagy feature lesz, hogy az éjszakák azok ilyen csóval sötétebbek lesznek, és csak a lámpa fényénél lehet látni. De hát ebbe a alsó ujjlek mapon, ugye ez már szerepült. Raktak egy ilyen módot bele, hát konkrétan tényleg úgy, hogy nem látsz. Úgyhogy éjszaka mindenképp egy éjszakai munkát kell majd végeznünk. Azt azért jó lenne, nem tudom, maradni vagy bármit, valamit majd melózzunk. Egy nagyobb trágyaszóró viszont azért el kellene, nem? Srácok. Nagyobb trágyaszóró el kellene a képőrnek. Az a durva, hogy ennek fölkapcsolom a lámpáját, és nem izé. És nem akad be. Valamelyik járműveknél, ugye FS15-ben volt ez a bug, hogy akármilyen géped van konkrétan, fölkapcsolod a lámpát, akkor így beakad. Beakad a játék. Van egy ilyen lux spike-od. Egy laktüskéd. Na, szuper gyerekek. Figyeljük a pirosra is, nehogy miért nem beszaruljunk. Oké. Okay. Tök jó tükröződnek a ezek is. Jó, itt megint jártunk. Jó, ez tetszik. Hát jó lenne a TS telepet megszörözni. Egyébként azért a TS telep környékén akarunk majd a földeket vásárolgatni. Hogyha véletlenül megszerezzük a TS telepet, így vagy úgy, akkor ne kelljen nagyon sokat mászkálni. Úgy egyébként rohadt jók. Nem mondjuk ide azért jó lennének nagyobb gépek, ugye, ezeket a tárolókat azért megtölteni nem nagyon lehet ilyen kis ipari módszerekkel, úgyhogy tök jó, hogy nem itt kezdtünk. Mert itt sokkal inkább realisztikusabb szerintem, hogy egy ilyen kicsi gazdaságba kezdünk, és nem egy ilyen hatalmas TS telepen. Gyerekek, figyeljék ezekre a sofőrökre, bazze, mert itt izé lesz. Össze-vissza törik a vördát. Figyeljetek, én úgy gondoltam, hogy akkor egy el kéne vetni, addig el kellene jutni. Hát a permetezést az valószínűleg el fogjuk engedni, mivel nincs rá pénzünk, bár aztán a holnapi sorskártya, vagyis a következő részi sorskártyával ugye tudnánk azért még megváltani a világot, de vagy meglátjuk, hogy mi fog itt történni. Nagyon tetszik, hogy egy ilyen kicsi gazdaságba kezdtünk. Nagyon örülök neki. Á, mi van-e?
A zsigulival megy a zsigulival. Az 1005-ivel, vagy 1006-ossal, nem is tudom, hogy mi volt. Na várjátok, itt be kéne veretni, akkor most már egy kicsit lelassítunk, úgy. Aztán már szedjük is alá, nem kis pályázik a kipör. Hát itt sikerült úgy elmennem, szerintem, hogy itt két csík az nem lett megganyézva. De lehet, hogy azt annyira nem is fogom. Hát igen, mégse sikerült lefogni. Maximum eljövünk erre majd. Ott az első részén mindjárt egy kicsit eltávolítok, meg akarom nézni. Itt vannak fönforgások, itt végig kell ledurrantani. Itt. Hogy? Hű, bazza, hű. Elragadottak minket a lóerők. Itt végigmegyünk, végig visszajövünk a másik sávon. Szerintem elég lesz egyébként, most azt nézem, hogy... De jó, egyébként jól néz ki te. Hoppá! Ki volt számolva, bazza? Ki volt számolva, gyerekek? Jöttem vissza. Ja, ilyen sávokban maradt ki olyan rész, ami nem igen lett megganyézva. De lehet, hogy azt még meg tudja a keeper csinálni. Itt például... Várjál, azt csinálom, hogy itt lehúzom ezt a részt, és akkor visszafele elmegyünk egy egész sávba. Ilyen durrantja is a képer, hoppá! Jó sokáig elverett ez a trágyaszóró. Pörögünk mind a trágyaszóró, mi? Mert ez az osztop, ez jó, így van, na. Na, itt kellene valami okosságba. Szerintem nem tudom lefogni egybe, úgyhogy... Lehet, hogy le tudtam volna mi. Itt szépen okos bevegyünk. Itt ja, hát most ez jó kicsesztem magammal, mert még ráadásul most... Most itt csomót kétszer szórok le. Hát azért majd meglássuk, hogy mi lesz. Nézzük, hát igen, belső részben azért nehéz tájékozódni. Ó, 50%-ig vagyunk, nincsen gond. Ó, hát nem olyan rossz ez, nem olyan rossz. Meg most elmarad egy-kettő, tudom én, barázd, de annyi baj legyen, nem? De. De legyünk olyan szőrszálhasogatóval. Látod? Vannak azért gondok. Hát jó, ott van még kettő ilyen véganyag csík. Meg itt lehet, hogy végig sikerül érni. Hát, meg ott van mellette olyan bazza, mint az ebra. Mellett az egy trágyaszórás. Jó, itt te fagyadt. Okay. Ugye visszafordulok, még itten végig megyünk ott, ahol tudunk. Aztán már többet nem megyek el, mindenképpen vetni akarok már. Már akarom, hogy nőjön. Ja! Bence írta, hogy lehet, hogy nem rossz a repce. Bence mondta, hogy a repce lehet, hogy nem rossz. És ez a Bence. Nem mondott hülyeséget. Mert oké, hogy a repce az nagyon drága, de szar a hozama. Úgyhogy írta, hogy lehet, hogy próbáljam meg inkább a búzát, de megmondom őszintén, nagyon érdekel, hogy a repcéből mennyit tudunk kihozni. Jó, gyerekek, ennyi volt a mókamára. Zárul Miki mókatára. Kerügetjük mind a... Azért tiszta szar lesz a kerekernek, a traktornak, majd ezeri. Belemegyünk a fűbe, aztán valamennyire előviszi. Nem tudom, hogy tudom élni magam az ilyen hülyeségekbe. Figyelj, itt a marámat bokor. Jaj, meg egy láncfűrészt nem ártana venni. Mi? Az nem tudom, mennyibe kerül, de annyira sajnálom rá a pénzt, mint hogyha a fogamat húznák. Komolyan. Egy kicsit én megélénkütünk, gyorsabban közlekedek már ezzel a járműve. De már megint sérült, basszus, ez a Crown. Megőrülök tőle. Na, itt hiányzik bazekerét, és figyeld. De ezt hogyan sikerült ezt megoldani? Nézd oda, be tudok gyűrni. Hát ez az egy derék. De valahol le kéne tenni ezt a szaros bödörnt. Már itt vannak ezek a... estálók, ezeket ide valahol be kell, ott van az eke. Jaj, de nem akarom használni, te! Hoppa, figyelj, úgy be fogok tolatni a keeper. Ja, megőrültök.
Ferike, haverom szokta mondani, amikor nem tudom, így szok, mindig mezőgazdasággal kapcsolatban kérdez, aztán valamit nem tudok, akkor vagy, hogy már nem tud, hát te vagy a bazza, izé, a farming pápa. Komolyan, hát ilyen irónikusabb vagy a gyilvár. Na, lekapcsoljuk, adjál neki, és annyi, azért betomadta a keeper. Oda kellene a szart leszórni. Na gyerekek. Akkor most szükségünk lenne pont egy vetőgépre, úgyhogy rohadt jó vagyunk. Itt benne van a Jinjába. Remélem, hogy farankon működik minden. Mindjárt megnézzük, egy ilyen jó autentikus rozsdás vacak. Rozsda bogi az egész. Ja, gyerekek, hát ez nagyon megy ehhez a olyanához. Hát egy csodásabb, ocsmányabb dolgot már régen láttam. Nem? És te sikerült felakasztani? Jó gyerekek, sikerült, valaminek történt már. Kijárunk innen. Azt a meglesem, hogy ez mi ez. Mi ez a kotla? Kigyűlünk a fényre vele. Hát... Rozsdamarja nem ragyog van, mi? Azt a betyár, hát ez is azért... És szebb napokat is megélt már, vagy nem tudom, hogy mit mondjak erre. Hát ez jó. Jó, hát ez pont ilyenre, ilyenre vágyunk, gyerekek. Hát nehogy már izéve, oda nézve, az izé drótkötél meg van feszítve valami izé darab. Jaj, gyerekek, hát ez nagyon meg van csinálva, nézd meg, bár a barázda jelző, vagy az úgy van megcsinálva, hogy egy drótkötél valahoz a karhoz oda izéve, beillagó egy ilyen csavarral. Látod, oda, és ott van áthúzva, és akkor azzal karra tudod lecsapni a izét. Innen bent, hogy egy traktorból oda vágsz neki. Ezt akkor leesik a izé, leesik a barázda jelző. Hát ez marha jó. Ez jó meg van csinálva. Ez tetszik. Bírom az ilyen, amikor ilyen részletekre figyelek, és így konkrétan így felismered, hogy úristen, hát ez nagyon, nagyon ilyen kókány kisipariban van megcsinálva, nem? Tök jó. Tetszik. Meg ilyen jó rozsdás. De elvileg itt lehet megtankolni a vetőgépet. Várja? Hát nem itt. Á, itt jól van, oké, jó helyen vagyunk. Csodálatos. Hát, gyerekek, ennél jobb, ennél az Ursushoz. Fú, az a felnéz úgy van meghegezve, vagy mi a... Úristen, mi van. Meg mi az a felnét, meg ezzel a kopott gumival, te édes Istenem. Hát ez csodálatos. El vannak verve a csavarok, nem is kosz pontosan, mert gratulálok. Sikerült, megint kifogrunk itt a tuttit. Na jó, kimegyünk a földre. Vetünk egyet, gyerekek. Ide szoktam kiüli sörözni esténként, de nézd meg. Ott szoktak förögni a récék benne abba a izébe. Pocsolyába. Ahol gyerekek, mennünk ki. Okosba, itt a farmház. Figyelj, emeletes, ne viccelj. Burzsúlyog vagyunk nagyon. Na, okosba. Figyeljetek, ja, most azon gondoltam, hogy gépi bunkásra megcsináltatni, de lehet, hogy nem nagyon van pénzünk rá, mi. Jó, megy a pénzünk. Fogy rendesen. Na, okosba, ide beállunk. Ezt akkor szépen. Várjál, én ránézek én erre a dologra, itt nekem nagyon tetszik. Ó, hát ez gyönyörűséges. Egyébként imádom az ilyen régi cuccokat, nem? Amikor ilyen esetleges megoldásokkal vannak, szétkopott, nem tudom, ez milyen, olyan, mint valami régi Citroen kerék. Bár biztos nem az. Nagyon jó, tetszik nagyon. Izé, össze-vissza van, verve már. Gyönyörűek. Ne, imádom, tényleg nagyon szépek az ilyenek. Na hát akkor próbáljuk meg leengedni. Ugye hát annyi tudományunk van már, hogy véve, meg a véve bekapcsolod, meg kéne nézni, hogy barázdajelzőt tudok-e kapcsolni. Nem nagyon, de várja, igen, még jó, hogy megnéztem válasz magot, repce. Nem látok barázdajelzőt. Úgyhogy ezt lehet, hogy csak ilyen decoration. Jó, és akkor be kell kapcsolnom? És akkor megyünk? Sikerül? Ha sikerül, jól vagy gyerekek. Hát akkor ide próbáljuk meg úgy. Szépen okosba. Azt a bőtyát, hogyan füstöl, hogy porzik, de jól meg van csinálva oldali. De nem jó helyen megyek, még jobban szélű kellett volna menni. Hát, de béna vagyok.
Jó, a szélén mennyi, az a keeper. Okay. Na, jó, szuper, gyerekek. Franco. A Zetornak basszus szupert szoktak mondani. Most jut eszembe. A lepsényen jussz, meg a lepsényémre. Mindig azt mondták, hogy szuper. Hogy a szuper, mivel jössz a szuperrel? Ja. És az volt a neve, azt annak nevezték. De ez egy ilyen tipikus olyan név, gondolom volt egy Zetor, meg volt a száma, és volt valami elnevezés ilyen pluszból, hogy szuper is rá volt írva, és akkor ugye így ráragadt ez a, így a falukba ez a ragadvány név, mert egyébként a Kristál, Zetor Kristált is érdekes mondani, ezőnek nevezték. Kristálnak. Na, szépen. És figyelj, pörög tovább a jutai kerék a lendülettől. Hát, azért van itt fizika. Akárki, akármit mond. Hát jó, nem húzunk egy nagy szélességet, azt ma látom. Úgyhogy vannak itt nem problémák, de hát... Dolgozni kell bazzel, mert szórakozzatok. Köszönöm. Mennyire kell már nekem közel mennem. Szerintem, hogyha izébe vegyek a kerékkel érintőlegesen, az teljesen jó lesz. De bazzet, rengeteg mag kell. A 82%-on van. Hát egy-kettőt fordulhatok. Egyébként van ilyen pótkocsi, meg kéne néznem, amivel tudok tölteni magot. Megnézem, hogy mennyibe kerül. Bár lehet, hogy nem fog kijönni, de ez egy rottenetesen hasznos dolog lenne. Jó, figyeljetek, csináljuk. Az később is jó lenne, mert ugye ki tudnám húzni a földszélibe, azt akkor tudok vetni. Meg azt hiszem, hogy nem csak magot tud, ugye megnézzük, hanem tud ugye permetszert is. Meg talán még műtrágyát is, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog, egy ilyen pótkocsi. Ugye mindenféle van rajta. Van egyébként ilyenbe, arra emlékszem, valami barkasz is volt, vagy az műhelykocsi volt, vagy valami ilyesmi. Szépen porzik, tök jó. Oké. Okay. Nagyon jó. Akkor megforduló. Egyébként gépi munkásra lehetne bízni, hogyha lehúzkodnád a széleit, ugye? Úgy szoktuk csinálni. Teljesen korrekt. Ránézek én erre. Beraktam szerintem, csak aztán, hogy találjuk meg gyerekek, szerintem lehet, hogy az egyébben van. Jó, de rész, borona. Hol van ez a mű... itt van egy ilyen service platform. Csak ez mihez jó? Ez valamire, zírre vagy valamire jó. És nem itt van. Billenőkocsik. Megnézem a billenőkocsiknál, bár lehet, hogy nem. Oly, de jó kis traktizék vannak. Jó kis... itt van a 6500. Látod? Szíde. És ott van a krumpli is rajt minden. Tök jó, ez egy jó dolog. De viszont ez nem egy eléggé modern pótkocsinak tűnik annyi. Udajók vannak egyébként. Ilyet használunk. Aj, de jó. Szillázsos. De szépek ezek a modok. Udajók. Itt van, ilyet használunk. Le van rottyanva. Ugye ez ugyanaz. Csak a lerottyan verziója. Rohadt jó. Nagyon megvan. Az is jó néz ki, bassza. Ezek a... Mi ez? Hódgépesek? Ezek rohadt jók. Folyadékszállító. Nagyon szép, nagyon jó pótkocsik vannak. Ez szerintem egyébként nem lehet megmagyarázni senkinek, aki nem érdeklődik a farming iránt, hogy mi szép egy pótkocsiba. Nem, de... jó ez, gyerekek. Tök szépen porzik, tök jó. Jó meg van csinálva ez a mod. Meg maga ez az egész játék is egyébként. Na! Szépen oda-vissza elhúzingáljuk, várjál, meg kellene nézni, hogy... Hát, ja, szerintem ezt így kell, hogy kerék-keréknél érintőlegesen. Nagyon nem volt az előbb se jobb úgy. Figyelj, 66%, szerintem egy 50-re fölmegy, akkor egy 4 sor tudunk húzni. Egy olyan szíves pótkocsi az jó lenne, csak hogyha lenne rá pénz. Jó, 6000-be kerül, majd később tudunk venni. De kellene egy kis lóvét gyűjteni. És akkor megkönnyítenénk az ilyen munkáinkat.
Viszont, hogyha lesz annyi pénzünk, akkor meg fogom csinálni azt, hogy azt a buszt kimentem, és 35-re tértő kapunk. Össze kell szednünk 20 pár ezer lóvét. Csak abból meg lesz. Ja, meg lesz az gyerekek, semmi gond. Megvan az a munka már, meg tudjuk csinálni akármikor. Oké. Egyébként tudnánk úgy csinálni, hogy ugye oda-vissza húzkodjuk, az végén meg ledüllőzzük. De hát csináljuk így, ha már egyszer... Jaj, bazzer, hát lehet, hogy ne kéne engedni azt a... Lehet, hogy le kéne engedni, nem igaz, gyerekek? Hogy ne. Milyen jó kis keréknyomok maradnak. Nagyon jó. Valaki egyébként régebbi videóm alá írta, hogy még mindig Farming 22-ben is fordítottak a keréknyomok. Hát azok nem fordítottak. Ugye, hogyha... Azok mindig így vannak. Ha csak nem fordítva rakod fel a gumit, akkor nem így vannak. Mert ugye, hogyha előre néznek a minták, az ék alakok, akkor ugye a földön, ott már pont fordítva lesz, nyilván. Mivel megfordul. Ugye a minta az pont fordítva lesz. Oké, hát figyeljetek, meg kell csinálni basszus, úgyhogy erre készüljünk ő, hogy a vetésnek meg kell lennie. És akkor figyeljetek, következő részben mindenképpen jó lenne egyet harapni szerintem. Belepörgetünk az időbe, hogy nőjön meg. Annyi a... hát figyeljetek, permetezni nem fogunk, nincs rá keret. Úgyhogy ez van. Ja, permetezés az elmarad. Azt hiszem, hogy egész szépen bánunk vele, 0% damage van. Nem húzzuk bele az aszfaltba, meg ilyenek vannak azok, akkor lehet, hogy meghalálja a vetőgép. Hát egy-két sort kell vennünk. De jó, mert 42%-on van, még minimum egy 3 sort tudunk húzni vele. Azért az nem olyan rossz meg. Főleg ugye itt van egy kis kanyar ebbe az egészbe, és itt egy kicsit ilyen hosszadalmasabb ezt az egészet megcsinálni. Itt eléggé be van már szűkülve. Jaj, nagyon élvezem egyébként. Mármint ezzel a kicsi géppel így eldolgozgatni. De jó. Ez a belső részlet ezt nagyon adja. Jó. Tudjátok mi? Az a légszűrőház. Az egy kicsit olyan túl új rajt. Jó, hát a földön lekapcsolom a lámpát. Meg ugye a lakott területen belül se kell világítás. Hát csak nem éjje, de húr, gyerekek, legyen az, hogy a következő rész az addig pörgetek bele az időbe majd, hogy éjszaka dolgozzunk, nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy, hát írjatok, hogy legyen-e éjszakai munka, mármint rohadt autentikus lenne lámpafénnyel, meg minden aratni. Hát nem lesz egyszerű, de viszont autentikus. Hát itt jó, itt nem húztam ki rendesen. Jaj, de gyönyörűen fölvettük. Nagyon jó. Oké. Ja, hát nem a legnagyobb vetőgép, nem a legnagyobb traktor. Sajnos, leginkább talán a trágyázóval volt problémám. Bár legközelebb én azt fogom csinálni, gyerekek, hogy be fogom fogni azt a hordgép, vagy milyen portkocsit, és elvegyük, ezt megrakjuk trágyába, bazze, és ezt ide húzom, és akkor szépen arra fogom megtölteni a trágyázót, nem? Ez lehet, hogy egyel jobb megoldás lenne, mint hogy oda-vissza járok állandóan. Hozzunk egy nagy adag trágyát, és akkor azon a portkocsin trágya lesz. És akkor nem kell vinkódni. Szerintem ez egy tök jó megoldás. Ez komolyan úgy van, hogy a drótozva az a jövő, az a sár, baloldali sárvédő ahhoz a sárvédőtől a tovashoz. Nagyon úgy néz ki. Tényleg nem. Ott.
Ott a bal sarka. Vagyis a jobb sarka a sárvédőnek jobb felső, az olyan, mint oda lenne drótozva, de ezt megnézem. Nem hiszem el ezeket a módokat, hogy ez tényleg oda van drótozva, akkor megőrülök. Tök jók a részletek. Meg ez, hogy a világítást úgy kapcsolod, hogy a nyújtás kapcsoló van, menj a francba. Itt ezt kihúzzuk, aztán lehet, hogy elmegyünk kizárni. 9%-on vagyunk. Bemegyünk, megtöltsük. Így ezt megnézem azt a... Figyeljetek, úgyis megköfog... Azt a... Na erre vigyázzál, bazza! 13%, itt van egy nagy lik. Ja, ide betolatok. De tudom? Hú, de jó érezni. Annyira jól érezni. Ilyen sit töltöm meg szándékosan. Ilyen autentikusan. De viszont kiszállunk, megnézzük, én na, erre kíváncsi vagyok bezze. Nem úgy van drótozva, jó, meg vagyok nyugodva. De még az utolsó vezeték, a generátor is meg van csinálva, látod ott? Ilyen össze-vissza töredezett vezeték, basszus ott van. Hát mik vannak itt gyerekek? Ez a légtartály, ugye? Jól gondolom. Nek hol van az üzemanyag tartálya? Hátul? Nem hátul, akkor lehet, hogy hülyeséget. De szerintem ez a légtartály. Gyerekek, ennek... Várjál! Ennek itt föld. Itt középen. Várjál, mindjárt lekapom. Ott az üzemanyag tartály. Igen, emlékszem rá, jó. Jó. Ezek egyébként tök ugyanolyanok. Már mint ilyen a Zetor is tök hasonló, mint ez. Tök majdnem ugyanúgy. Az elrendezés meg minden az tök ugyanezen. Azon a Zetor szuperen. Ez hány henger? Ez 3 vagy 4? Mert mindjárt megnézzük a leomlőket. Hú, de jó. Kivesézzünk minden gépet. Tök jó, hogy egyébként így nem kapunk olyan nagyon sok gépet, hanem így meg tudjuk ezeket ismerni. Én például ilyen Urzusszal szerintem egyáltalán nem is játszottunk ilyen hosszabb távon. Nem is gondoltam, hogy ilyen frankó ez a mod. Rendesen el lehet vele venni. Na, figyeljetek okosba. Hát ez egy kicsit... Nem jó helyen állok. Úgy, szépen tekerd a kormányt. Tekerd neki. Mi a max sebesség ezzel? 14-15. Visszaveszek, hogy 13-ra egy okosba. Nem erőködik a gép így, gyerekek. Nagyon szuper. Egyébként ugye ennek nincsen semmilyen meghajtása, ezeknek a régi vetőgépeknek. Ez konkrétan, hogyha bármilyen lehajtás kellett, bármihez meghajtás, akkor ez úgy működött, hogy ugye kerékről vette. És ennek az előnye az volt, hogy pontosan ugyanolyan gyorsan működtette a dolgokat rajt, mint amilyen. Látszik egyébként a földszíne, látod, hogy más itt kimaradt a trágyázás. Itt jó feketi lett a föld, ott meg van benne egy csík, amelyik nem, nincsen rendesen megtrágyázva. Ez is tök jó. Ja, ugye, amilyen gyorsan húzol, olyan gyorsan forgatja a dolgokat, vagy mozgatja. Hát itt ott melózni kell, basszus, nem kis pályalunk. Na. Adjál neki. Na mindjárt megnézzük visszafele, ahol nincs megtrágyázva, hogy mennyivel másabb. Hát, hogy gyorsan külső nézetbe váltok addig. Ott látod? Itt van. Itt van bal oldalt egy ilyen csík. Hát az ott, hogy nem elég fekete a föld. Nem elég jó. Jó, az a föld tetszik egyébként, mármint olyan szempontból, hogy azért nem ilyen mikroföld, hogy nem lehet haladni vele, nem lehet nagy, sokat dolgozni rajt, de azért ennél nagyobb se kell, ezt így valahogy el van találva. Ez az lenne jó, hogy a mellette lévőt, hogy meg tudnánk venni, és akkor hozzászántanánk meg a következőt, ezt akkor így azért el lehetne bóckodni már, meg hát nagyobb gépekkel kellene. Bár egyébként ez nem annyira veszélyes. Erre, nem mondom nektek, egy MTZ. Erre egy MTZ nagyobb vetővel, kicsit nagyobb kultival, borona meg minden, azzal el lehetne forgolódni.
Erre a földre még azért nem nagyon szoktak ekkorákra ilyen rábákat használni. Azért a régi Tiens világban azért rábákat a baró nagy földre feküdték rá, itt is szar a földszíne. És azt nézem ezeket a karok, hogy ezek működnek már, mint... Most arra vagyok kíváncsi, hogy ez itt milyen kar lesz. Az. Mert ez közben itt működteti, az a sebességváltó valami? Nem, a sebességváltó, az mi? Az valami gázkar? Mindjárt arra kíváncsi vagyok. Itt marha jó. Ez a mod, ez annyira meg van csinálva. Jó, a gyerekek szépen el lesz vedve. Következő részben meg lesz nőve, aratunk egyet, és az aratás után akkor ki kéne menteni a buszt. Hát meg ugye nem kiderül, hogy milyen sorskártyát húzunk. Azért az se elhanyagolható dolog. Ja, itt már láttatok, érjük ezt a sarkot, akkor utána egyre jobban szűkül. Szóval akkor majd itt gyorsabban fog menni. Éjszaka ugye fel kell kapcsolnunk majd a világítást a faluba is, mert remélem, hogy ez egyébként nem az én pénztárcámnak fog fájni. És ha kapcsolgatom a faluba a világítást, akkor az úgy inkább megyek sötétbe, az kitapogatok, mint vakapinámba, az inkább, mint hogy fizessek érte. Hát azért jó volt, azért gyerekek, el vagyok kapadva rendesen most, nem mondhatjátok, hogy nem dolgozik a kífer rendesen. Basszus, nem is tudom, mikor csináltam ilyen nagyon manuálosan farming szimulátorba ilyen területeknek a megmunkálását ilyen kicsi géppel. Azért nem, azért egy lehet lenni, most tényleg egy ilyen, vannak azok a nagy IH vetők, amiket úgy húzod, hogy ugye össze van csukva, és ugye földön nyitod szét, és akkor úgy tudsz ráfogni. Hát, ahhoz képest ez azért egy kicsit azért, hát nem a legkapkorósabb. Oké. Vigyázzunk az eszközre, ne tegyük tönkre. Úgy gyerekek, több mint fele megvan a... És nagyon csalókernek a földnek az alakja. Ez csapjad neki. Gépi munkással lehetne dolgoztatni, úgyhogy... ugye megmunkálod a földnek a kettő végét, és akkor oda-vissza ő el tud járkálni, szóval azért... Lehet dolgoztatni gépot, meg már megint dugó van, figyeld, úristen, összement minden is. Ó, meg jó, hogy nem kell közlekednem. Mik mentek össze? Traktor is van ott, minden, zíl. Hát ezt meg akarom csinálni mindenképp, gyerekek, úgyhogy ukkészüljetek, hogy ne kelljen már itt izéri vetni hónap. Jó, ez a sarka legyen backfill, ezt lehet, hogy azt meg is csinálom, hogy én ezt kiúzom egyenesbe. És akkor arra vissza egyenesbe kell már csak csinálni. Kiúzom egyenesbe. Elmegyünk így. De elkavírnyálok, és akkor visszajövünk. Oké? Ezt akkor legyen back már ez a része. Mert borzalom, hogy ide be kell jönni mindig ebbe a izébe, bugyberekbe. Bugyberekbe. Oké. Nem kéne fákat kiütni. Ugye? Nem kéne lekocsoltatni, úgyhogy forduljunk erre, mert dobatja a seggét el. Rá se mentünk a földre, gyerekek, milyen úgy forgolódok, baze. Mind a K betűs a laborba, tudjátok, hogy mi az. Nem akarom kimondani, mert lehet, hogy vannak itt gyerekök. Aztán akkor rácseszek, mert a szülők azok írnak, hogy nem költ volna ilyet mondani, mert a gyerek azóta azt mondogassa, hogy a P betűs szavakat, meg a K betűs szavakat erőteti, aminek nem annyira örülünk.
Ilyen volt, komolyabb volt, nem is egyszer. Így szólta magát az ember. Hú, de most nem akarom kimondani, de majdnem kimondtam, de szerintem mindenki gondolja. Hogy ki szokott forgolódni a laborba, K-betűs versenyző, hölgyemény, arra szokták mondani. Meg ők lesz szokott lelépni, mind a Káos Ezlorról, tudjátok, az is van egy olyan. Úgyhogy az edukáció megint megtörtént, igaz, nem a legjobb irányba. De hát családbarát maradtam, mert nem mondtam ki most ezeket a szavakat. Ugye, bugye? Gyerekek, nagyon komolyak vagyunk. Ó, az a 8%-on vagyunk, hát ez lehet, hogy nem fog végigérni. De legalább ez a, tényleg ez a bugyberek megvan, mert ettől már kezdtem őrülni meg itt. Még mindig be kell fordulni. Most már nagyon kevés van, figyelj de. Látod? Látod milyen kevés van? De milyen szépen lelezvedve. Jobban sikerül, mint a trágyázás, mi? Mi jó, hogy öntözni nem köte, édes Istenem. Na, 2%, 1%, azt vegyük ám. Viharzunk be. Szerintem még egy izé, még egy adaggal meg fog történni az esemény. Na. Adjunk neki, gyerekek. Csapjuk neki. Aztán akkor majd összekössük. Lehet, hogy megkezdem ott kívülre. 13%-on van a traktor. Hát ez nem baráti. Bár ennek a javítási költsége nem egy olyan horribilis. Azért egy újabb New Hollandnak vagy John Deere-nek majd biztos lesznek olyan költségei, hogy a szemem megáll. De ugye szokták mondani, hogyha majomra van pénzed, akkor legyen banára. És ebben a lukban meg mindig beledurrantok. Aztán van baj belőle. Na, okosba vissza kéne, be kéne tolatni. Hát ide lehet, hogy nem kell. Ugye az igen pró leszek, hogyha ilyen szögbe sikerül ide betolatnom. Hát, majd a nézőképőr, ez nagyon, nagyon tudja. Már ki van tekerve a kormány, egyébként tudjátok mi tetszik még ebben a már farmingben, hogy kitekered a kormányt és úgy marad. Látod? Hát jó. Pörög a kerék, mint az őrült, ahogy fölkaptuk ugye utoljára. Ez milyen jó betolatta, basszus. Hát csoda. Az a távolabbi sarkát annyira nem érzem, hogy mennyire kell. De... Az a mocskos pókhálós ízés ablak. Jaj, te Isten. Mit kell óvatosan kifordulni? Mert ugye csapja a valagát. Függesztett eszköz. Jó, van, sikerült megint beledurrantanom a balukba. Oda komolyan mondom, valami téglatörveléket, valami sittet bele kell hordani. Ez így nem lesz jó nekünk, gyerekek. Na, eltvegyük a túl felül, aztán onnan megkezdjük, hogy nem tudom, valami, talán jobban érzem akkor azt, hogy hú, mennyi izé fordulás nyom. Tök jól megmaradnak. Na gyerekek, itten ledurrancsuk a szélit. Hadd szóljon. Nyomjuk neki. Figyeljetek, most amit bír. 14-15-tel itt a rokosba vegyünk. Pörzik magunk magadt a izé. Vetés. Jó, szuper! Ezt a földet itt meg kellene venni, de jó lett, de... azt csinálom, hogy mielőtt belepörgetek, akkor a... lehet, hogy az elfonyadást ezt ki fogom kapcsolni, mert itt ugye nem fognak újra vetődni a földek. Hanem akkor minden ilyen... mi az összes elfonyad, aztán ott vége van a bulirak. Na. Gyerkőcök. Szépen itt bekanyarulunk. Hát igen, érdekes alakjai vannak itt a földeknek, de általában ilyen szokott lenni a valóságban, ugye? Hát ez biztos, hogy nem fog semmi jönni onnan. Le vagyunk védve. Jó, itt elvegyek erre. Aztán valahogy majd összehozzuk a közepét. Ugye ott. Ott ugye kifogyott a vetőgépünk. Jaj, de jó! Már lassan vége lesz. És jöhet a hó. A Viola Bence mondta, hogy nehogy az legyen, hogy nem jó. Várj, hogy lehet ebből kihozni valami rémet?
Nem tudom, most nagyon. Ultraviola már mindenen gondolkozok. Viola Bence mondta, hogy nem jó a repce. Csak a... Nem, valahogy nem. Nem adja most, nem adja a gyerekek. Ne haragudjatok. Várjál már most, ez nagyon érdekel engem. Ez a kar az érdekesen működik. Ez nem tudom, nem értem azt a kart. Itt a kormánynál, hogy mi. Hát tudod így tologatja, tolingálja, húzingálja, de hogy mi a fontos, pontos célja, hogy haszna az, nem tudom, valami kézigáz lehet, leginkább arra tudnék gondolni, hogy kézigáz. Aztán a fene tudja. Jó, oké, gyerekek, valami sok lesz már. Oké. Viszont újra kell kezdenem, mert ennek itt semmi értelme. Ott ez sikerült rendesen nevetnem? Vagy a, miért van csík? Ja, ide keréknyomom. Hát ott azért vannak hibák, úgyhogy ezt lehúzom, mert már engem idegesít. Oké, gyerekek. Nem sok van hátra, kitartás. Kitartás. Egyébként úgy szoktam, hogy így. És akkor így lerakom. Jaj, ne. Belső nézetben komolyabb oldal, jobban élem ezt az egészet, várja. Mert belső nézetben basszus, megszoktam, hogy a kereket hova kell raknom. És ugye, ahhoz mérten, tök jó el lehet navigálni, hogy a kereket végig tartod, a jobb oldali kereket, ugye a szélénél. És akkor ez így tök pontosan tudod. Úgy meg, a vetőgép, a külső nézetből meg a vetőgépet nézed, aztán lehet, hogy az csalik. Oké, gyerekek, szerintem még egy hány kör? Még egy 1, 2, 3, szerintem egy 4 kör aztán megvonnánk. Azt akkor le van vedve. Úristen, hát ez jó szadalmas, tehát dolgozni kell azért, hogy valami legyen belőlünk. Hát remélem, hogy a refc az jó pénzt fog hozni, hát egy minimum egy 20 ezeret hoz, akkor én meg már boldogság van. Te tudjátok, mit kéne csinálni? Várjál már! A növények elszállását azt tudom, mint kikapcsolni vagy bekapcsolni. Kíváncsi lennék, milyen az az éjszaka. Az a baj, hogy szerintem itt semmilyen option nem tudok kapcsolni. Bele kellene pergetni annyira az időben, hogy legyen itt már éjszaka. Rohadtul kíváncsi lennék, hogy milyen éjszaka vetni. Például. Halljátok, az lesz szerintem, hogy mindjárt nem látok semmit. Szóval úristen, mi történik? Itt erre jogatok majd. A gyerekek, mindjárt kiderül. Kis napszakváltozás legyen. Talán nem fog elszáradni ott a búza itt mellettünk, mert akkor szomorú leszek, de hát annyi baj legyen. Csak egy nap alatt nem szárad el. 17 óra 5. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen az, amikor leszáll az éjszaka. Várj, én be is kapcsolom a lámpát. Nem kapcsolom be a lámpát. Megnézzük, meg fölkapcsoljuk a faluba is a villanyt, hogy az hogy néz ki. Hú, nagyon érdekel. Szerintem nagyon nem is szoktam, én mindig ugye kerülöm az éjszakákat. És ebből kifolyólag... milyen jó színek lettek! Ilyen naplementés színek. Látjátok, ilyen sárgás. Itt a traktoron, az elején. Jaj, de jó, hogy ezt megléptem, tök jó. Rohadt jól néz ki. 18 óra 22, de már most ilyen alkonyat, nagyon alkonyat feeling van. Kéne, hogy megeredjen az eső. 18:42, fú, nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg korom sötét lesz-e. Ez érdekes, tök jó. Szereti a keeper. Már nagyon félek. Mármint úgy értem, hogy ez rohadt sötét, ez biztos. Én arra emlékszem, hogy valami iszonyat sötét volt. Ugye benn van ez a mód, hogy tök sötét lesz tőle minden. Kipörnek a fejébe mi. Hú, bazen. Lag.
Kezdődik, bazza. Jön az éjszaka. Rendesen figyelni kell, nehogy az oszlopnak neki tolass. Minden bazza. Na várjál. 20 óra... Remélem, hogy benn van az a mod. Elvileg benn volt a pakba. Remélem, hogy jól is működik, meg minden. Bazza, itt bunkalámpát kell vagy kapcsolnom. Várjál. A bazza nem is látok ma. Nem látunk semmit, az is jó izé, sokra megyek. Direkt nem akarok nagyon lámpát kapcsolni. Mikor megy... Jaj, bazza, ma izé. Érik be a szajré. Na jó, mindegy. Hűha. Halljátok? Öcs... Áj. Basszus, na benn van az amor. Benn van az amor. Várj, áj, nem látok semmit se. Azt a bőtjár, várj, kiszállok a gépből. Bazza, most kiszálltam a gépből. Dík. Azt figyeld. Hát az öcsém rendesen paradik. Erre emlékeztem, hogy itt nagyon-nagyon kellemetlen oda nézni, látni a fényeket. A vasút átkelő. Azt a betyár. Úgyhogy ezen csak nincsen refi, csak ez. Azt a betyár. És le van engedve, vagy föl van engedve egyébként az eszköz? Le van engedve. Jaj, de jó. Hát ez lehet, nem volt egy jó ötlet. Fazza, föl kell kapcsolni a faluba is a világítást. Ha. Jó, le van engedve. Nem, bazza, nem azt se látod, mit csinálsz. Ez nagyon kemény. De... Ez beteg. Az a baj, ezen nincs refi. Ezen ilyen nagyon gyógyi világítás van. Ugye nagyobb traktorokon tele vannak lámpával, munkalámpa, meg minden. Ezen nincs semmi. Hát ez nem volt egy nagy ötlet, gyerekök. Hát jó, megnehezítette a dolgom. Na, ha föl kéne kapcsolni, itt van a kandellába, nem megyünk arra basszus valahogy gyalogszerre, vagy nem tudom hogyan. Mindjárt. Jó, jöjjünk ki ide, és fölemelem, hát elvileg fölemelhetem. Ja, ezt látni ott ugye van az az ikon. Dík. Fél lekapcsolom a villanyt, korom sötét. Tudom, kapcsoljuk fel a világítást a faluból. Hát bazza, az emberek nem látnak, de hallod? Hát oda né, alsó világtábla, tiszta horror van, tiszta Silent Hill az egész. És ezt hogy kell felkapcsolni, tesó? Várj, megmérlek. Ó. Hát ez most biztos beakadtunk, nem? Ó. Oda né. És halljátok ezt az... Ilyen éjszakai hangok vannak. Ez nagyon durva. Ez mi volt? Fislákol a lámpa? Nem inkább... Ja nem, csak ahogy közelebb mész, akkor... Uff, ez kemény. Azt a milyen hangok. Ez kemény. Na srácok, én lehet, hogy elbúcsúzom, azt lehet, hogy azt csinálom, hogy gameplay-en kívül lehúzom azt a két sort. Azért így az, most ne haragudjatok, de ez egy kicsit erős, nem? Hát én nem vágytam arra, hogy éjszaka legyen, de nem gondoltam volna, hogy itt tényleg korom sötét van. Hát de tényleg, lekapcsolom a villanyt, hallod, figyeld. Az a kék cucc látszik. Hát tiszta horror feeling van itten. Ezt is ki lehet nyitni. Basszus, de jó. De jó. Itt akkor disznókat tudok tartani. Ó, de jól néz ki. Lehet, hogy a két oldalon vannak disznók. Hát de, várjál, mit ír? Service, de ott meg mi az? Ott meg olyan volt, mint hogy a disznókot lehetett onnan tartani. Meg itt vannak ilyen gépszínek, azt hadd nézzem már meg gyorsan. Itt volt. Hogy nyílik?
Aha, jó, elhúzza. Mondom, nehogy a gumpolt kocsit föl. Ha elhúzza mind a kettőt, ez egy nagy gépszín. Hát, tök jó. Nagyon jó. Jó van, gyerekek. Elbúcsúzom. Várlak benneteket a következő részbe is. Nyomok egy mentést, és akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha gondoljátok, akkor dobjatok egy... Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot rá, vagy pedig írjatok egy kommentet, és ezúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a támogatóknak a támogatást, a Lada támogatóknak, Banános Csónak, Zoltán Hanzlinak, Szilárd Niklinek és Mr. P-nek, műszakvezetőknek, Gerixnek, Balázs Orsósnak, Sándor Simoneknek, Tóth Máténak, Krisztián Vargának és Ikeának, a traktorosoknak, Janinak, a kaszásnak, Attila Nagynak, Noéminak, Viola Bencének, Bence Tat csatornájának, Márknak és nem utolsó sorban Nigruskajának. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok!